A Mobilix TV-t nézitek egy új Toshiba géppel, aminek már egy AMD, Brazos CPU-ja van és GPU-ja, és az a szép ebben a gépen, hogy igazából elég sokáig fogja bírni az aksi, amivel 61 watt órás. Nagyon szép billentyűzetünk van, sajnos a egyennél nem lehet rendesen érezni, hogyha átmész a rendes kézfelülete és a hangszórók itt lent vannak beépítve, és ez azért jó, mert amikor ki is van kapcsolva a gép, akkor is lehet őket használni, hogyha rádugsz egy külső, például iPodot lejátszani zenét, nem kell bekapcsolni extra hozzá a gépet. Itt fent látjátok a bekapcs-kikapcs gombot, aztán bemenetek itt a, látjátok talán az oldalán van persze felhallgató, mikrofon, USB 2, HDMI, gigabit LAN és áram és Kensington. Végén nincs az egész gépen, az elején van a SD kártyaolvasó. És a másik oldalt van még kettő másik USB is, és itt alján látjátok egy kicsit, hogy kiáll az aksi, de nem vészes. Az egész jelenleg zöldben van, úgy hívja a gépet, hogy NB550D. Még nem tudjuk, mikor fog megjelenni és mennyibe fog kerülni, de elég szép a dizájn, ilyen kicsit egy golflabdára emlékeztet, és valószínűleg olyan márciusban várhatjátok, de most a CES után még nem tudjuk pontosan a adatokat, mert a AMD még csak most mutatta be az új focit, ami az egészben benne lesz. 1,6 GHz volt ebben benne, és 4 GB RAM, Windows 7 starter. Gábor László vagyok, Mobilix TV-hez köszönöm.